A kegyelem gyermekei, evangélikus cigány közösségek közös bizonyságtétele Bakai Péter lelkész vezetésével, ez az országos evangelizáció egyik délutáni programja. Hadd kérdezzem meg, hogy hányan érkeztek erre az alkalomra, és hogyan készültek erre a közös bizonyságtételre? Egészen pontosan még nem tudom, hogy hányan érkeztünk. Azt tudom, hogy 4 olyan evangélikus egyház közösségből jöttünk, ahonnan már cigány testvérek is jöhettek, és vannak olyan lelkészek, akik már elkezdték a missziót, de még olyan kisméretben megy, hogy ismerve a cigány közösségek mindennapjait, vagy a cigány emberek mindennapjait, hogyha csak néhányan járnak, akkor ők valamilyen ok miatt, hogyha nem tudnak jönni napszám, vagy valami, akkor nem tudnak hozni embereket. De hogyha ezeket a lelkészeket is belevesszük, akkor én úgy gondolom, hogy egy 30-40 résztvevője lesz majd annak a csoportnak, amelyik kiáll ez elé az 1200-1500 ember elé, és fog majd arról beszélni, hogy ez Isten milyen csodákat tett az életükben. Egyház egyik legfontosabb missziói ága a cigány misszió. Melyek ennek a munkának a nehézségei és az örömei? Egyszer már kellett erről eladást tartanom, és beszámolót tartanom, és akkor azt vettem észre, hogy amikor a készülésben oda jutottam, hogy na akkor milyen nehézségeket mondjak, akkor álltam le, mert addig az örömöket tudtam mondani, és a nehézségeknél pedig igazán el kellett kezdeni vakarni az embernek a fejét. Természetesen össze tud gyűjteni, de nem biztos, hogy érdemes belemenni abba, hogy nehézség, mert a nehézség is a hívő ember számára és közösség számára az végeredményben örömre fordul és megerősítés szolgál. Tehát mondhatom nehézségnek azt, hogy van, amikor becsapják az embert, van, amikor visszaélnek a figyelmességgel, visszaélnek esetleg a megnyíló pénztárcával. De ezek mind-mind múló dolgok, és akkor megtanulja az ember, hogy miért én nem csapom be a másik embert, én nem csapom be Istent, akár képmutatással, akár valami mással, én nem használom egyébként is rosszul a pénzem, akkor most az, hogy oda megy, és nem kapom vissza, amit kölcsönnek adtam. Tehát nem arra, nem abból élek állandóan, hogy most kegyelemről van szó, nem abból élek, hogy az Isten újra és újra megkegyelmez, akkor ki vagyok én, hogy ne kezdjem újra, ne vegyem fel újra a fonalat azzal a cigány emberrel vagy testvérrel, aki emberleg nézve becsapott és visszaélt ezzel az odafordulással. Tehát tanul az ember, és éppen ezért nem is a nehézségek a fontosak, amik mindig jelennek, hanem az örömök. És hogyha az örömökről kell beszélni, akkor viszont tényleg végtelen a sor, mert aki nagy mélységből jön, és többsorosan nagy mélységből jön, és az ő életében történik egy észrevehető, látványos változás, és az ő környezetének a közösségében, akkor nem csak a mennyben van természetesen öröm, hanem a mi szívünkben is közösen tudunk örülni annak, hogyha egy-egy cigány ember megtér, és aztán az különöm, amikor ő megy, és ő tesz bizonyságot, és ennek a bizonyságtételnek valami oknál fogva mindig sokkal nagyobb eredménye van, sokkal jobban megfogja a hallgatóságot, legyenek azok cigányok vagy magyarok, mint hogyha egy magyar ember mondja el, egy mondjuk rá konszolidált háttérből jövő élettel, hogy akkor most megtalálta Istent, mert Isten már előbb megtalálta, és persze ennek van ereje, de hogyha talán úgy van ez, hogy nem igazán tételezzük föl, hogy ez megtörténhet, van egy
egy prejudikáció, egy előítélet, és nem nagyon hisszük el, hogy egy cigány ember mélységből kiszabadulhat, nem nagyon hisszük el, hogy ő értelmesen ezt meg tudja fogalmazni, és a valóság pedig aztán azt hozza, hogy megragadja az embereket ez a mérhetetlen nagy változás, és ők különleges természetességgel és őszintességgel tudnak például erről beszélni. Mi a kulcs a cigány testvérek szívéhez? Van-e olyan, amit különösen is említeni tudna, mondjuk a zene, az éneklés, vagy más olyan, amire nagyon, nagyon is fogékonyak? Igazság szerint én nem ezeket a külsőségeket mondanám, vagy technikákat, hogyha innen akarom megközelíteni, hogy ezek technikák, nyilván nem feltétlenül, mert az éneklés az is egyfajta imádság, Isten dicséret, egy átadás, Isten szólíthat meg engem benne, én is az Isten, hanem inkább azt mondanám, hogy az elfogadás. Tehát amióta én benne vagyok ebben a szolgálatban, azóta azt látom, hogy az elfogadás a legnagyobb élménye a cigány testvéreknek, hogy emberként kezelik őket, hogy ugyanolyannak tartják őket, hogy befogadják őket a magyarok közé, mert ezek a falak, ezek megvannak, és nem csak a magyarok építik, hanem a cigányok is építik, de kilépjen először. És nyilvánvaló annak kell lépni először, és most keresztény közegben vagyunk, akinek erre küldetése van. Aki már átélte, hogy felé léptek először, akkor nem mi akarjuk elvárni, hogy a cigányok keressenek meg minket, és fogadjanak be. Egyébként ők nagyon-nagyon befogadók, hogyha őszinteséget tapasztalnak, hanem mi nekünk kell megmutatni azt, hogyha megvan ez a pluszunk, hogy mi is, vagy mi vagyunk a befogadók, aztán lényegében megy minden magától, szervezet.